Augusztus 20-a Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezer éves folytonosságának emléknapja. De vajon hogyan ünnepelték, vagy éppen nevezték át e napot elődjeink? A Somogyi Könyvtár dokumentumainak segítségével betekintést nyerhetünk állami ünnepünk történetének utóbbi 3 évszázadába. A Szent István király ünnepe Magyarországnak az egyik legrégebbi ünnep sorozata, ünnepsége. Ugye állami, nemzeti és egyházi ünnepként is nyilván tartjuk a mai napig. Én azt mondanám, hogy ugye az 1777-es időszak, amikor Mária Terézia uralkodása alatt visszakerül a Szent Jobb Magyarországra, onnantól indul el az egyházi megemlékezési sorozatok mellett, illetve az egyházi ünnepségek mellett egy hivatalosabb nemzeti állami jellegű megemlékezési lehetősége Szent István király uralkodónkkal kapcsolatban. A könyvtár dokumentumai ebből az időszakból, illetve az 1800-as évek végéig főleg egyházi beszédeket őriznek. Egyházi beszédek őrzik azt, ezeket az ünnepség sorozatokat, hogy augusztus 20-án milyen településeken éppen hogyan emlékezett meg az ottani lelkész, vagy az egyház vezetője. Ezeken tudjuk végig kísérni az ünnepnek a történetét. Az 1829-es, 30-as időszak után ugye van, ahol van egy kis fellángolás, tűzijáték is van 1829-ben, onnantól indulnak el ezek a esetleg egy picit fesztiválabb jellegű megemlékezési sorozatok. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc természetesen már megakasztja ezt a bizonyos megünnepelési sorozatunkat, hiszen ugye a Habsburg Birodalom nem nézte jól szemmel, hogy egy ilyen nemzeti emlékezet jelképévé válik Szent Istvánnak az ünnepe. Az újabb lehetőséget az 1860-as évek adja meg, és 1860-ból már a Szegedi Híradóban, az akkori sajtóból is olvashatunk híradást, hogy hogyan ünnepli meg Szeged városa, Szeged lakossága ezt a lehetőséget, hogy augusztus 20-án kivonulhat az utcákra. Zenés mulatságokat tartanak Új-Szegedi Ligetben, illetve a Felsővároson. Szinte tüntetés sorozattá válik ez a lehetőség. Mindenhol a szózatot éneklik, és a nép az ország összes területén boldogan ünnepli meg 1860. augusztus 20-át. Első Ferenc Józsefnek köszönhetjük azt is, hogy munkaszüneti nappá válik ez a bizonyos ünnepség, és a későbbiekben is próbálkoznak úgymond egy olyan lehetőséget adni a népnek, hogy ezen a munkaszüneti napon mind az egyházi és mind a nemzeti jelleget úgymond megünneplik, és megünneplésre kerülhet sor. A korabeli megemlékezések és ünneplések felidézését szolgálja a könyvtár állományában található napilapok, folyóiratok, apró nyomtatványok és plakátok gyűjteménye. Ugye a folyóiratokban, a sajtótermékekben nagyon szépen végigkövethetjük az aktuális programokat, van lehetőség rá, hogy ugye már a 60-as, 70-es évekből is megjelennek itt a képábra a fotók, a fotókon nézhetjük meg, hogy például hogyan ünnepeltek az akkoriak, illetve milyen programokra volt lehetőség. Változnak a programok ugye természetesen, hiszen maga az ünnepség keretei, az ünnepség sorozat is változik, hiszen a régi, kicsit lazább, szórakoztatóbb megemlékezések az egyházi megemlékezés mellett átváltanak egy picit állami jellegűvé, illetve ugye a kommunista korszak idején, ugye főleg az új kenyér ünnepe, névadás, vagy későbbiekben a Magyar Népköztársaság alkotmányának nemzeti ünnepe elnevezés, főleg ugye az állami szűkebb megemlékezésekre ad lehetőséget. Ilyenkor a termelőszövetkezetekről olvashatunk főként, vagy komolyabb baráti országoknak az ide látogatásáról és azokkal kapcsolatos ünnepségsorozatokról. És később a 60-as években, egészen 1966-tól lesz egy olyan felszabadultabb ünneplési lehetőség, amikor már légiparádékra, vízi felvonulásokra, amiket már most is ismerünk, olyan szórakozási lehetőségre lesz ezen a napon lehetősége a magyar lakosságnak. Az államalapítás ünnepén tűzijátékot először 1829-ben láthatott a magyar nép. Utána is próbálkoznak ilyen típusú megemlékezésekkel,
A legutolsó és az egyik leglátványosabb olyan tűzijáték, amiről a korabeli sajtóban olvashatunk, az pont a 30-as években van egyébként, a 30-as évek végén, ahol részletesen megemlékeznek arról, hogy milyen nagyságú és milyen formájú tűzijáték volt fönt Budapesten. Sajnos az 1956-os forradalmi szabadságharc után erre nem lesz lehetősége ennek az ünnepségsorozatnak ilyen típusú megemlékezésre. Egészen 10 évre betiltják a tűzijátékokat, és utána 1966-tól láthatunk újra tűzijátékot Budapesten. A szegedi lakosok is hiányolták már, hogy legyen itt is tűzijáték a városunkban. Az 1980-as évek közepén már olvasói levelekbe kérdezgetik, és teszik föl ezt a kérdést, hogy miért nincsen Szegeden tűzijáték. Erre egészen a rendszerváltozás utánig 1993-ig kell várni a szegedieknek, hogy az első tűzijáték augusztus 20-án fellövésre kerüljön. És azóta is ugye folyamatosan lehet ugye tűzijátékkal megcsodálni augusztus 20-át, kivéve, hogyha esetleg természeti katasztrófák, vagy most például egyéb más okok közbeszólnak.